A Bartók Béla alapfokú művészeti iskola növendékei rendszeresen részt vesznek megyei, regionális és országos megmérettetéseken. A szombathelyi Sistrum ezek közül az egyik legnépszerűbb, minden hangszerre kiterjedő verseny, melyet idén a járványhelyzet miatt online formában rendeztek meg. A Bartók fafúvós zeneiskolásai kitűnő eredményt értek el ezen. A 4 kiosztott névódíjból 2 pápára került. Az idei már a 19. Sistrum zenei verseny, melyen a bartókosok mindig szép eredményeket érnek el. Sistrum verseny az, ami nálunk tulajdonképpen az egyik legfontosabb az országos versenyek után, mert ez mindig egy jó megméretetés, ez regionális verseny, tehát majdnem az egész Dunántúlról jönnek ide, sőt még messzebbre is szoktak jönni versenyezni, úgyhogy ez mindig egy jó mérce nekünk, hogy egyébként úgy nagyjából el tudjuk helyezni magunkat. A verseny fontos, mondta Horváth Adrián, hisz meg kell tanulniuk szerepelni is a növendékeknek. Igazából ezek a mérföldkövek, ezek a versenyek, tehát nagyon sok olyan gyerekkel találkozunk, akik nagyon tehetségesek, de amikor meg kell mutatni, hogy mit tudnak, akkor leblokkolnak. Tehát ezek a versenyek nagyon jók arra, hogy ők is hozzászoknak egy olyasfajta szerepléshez, ami egy kicsit sokkal nagyobb összpontosításra ösztönzi őket, és ezeken a versenyeken látjuk azt, hogy meg fogják tudni állni a helyüket egyébként. Azt mondhatjuk, hogy most akiket versenyre indítottunk, ők azért ebben a szempontból azért rutinosak, a kiscsik is most már egyre rutinosabbak, és hát ezért kellenek a versenyek, előadások, hogy ezeket a helyzeteket szokják. Úgyhogy bízunk benne, hogy majd egy pár év múlva majd jönnek vissza a mesterkurzust tartani nekünk. A Bartókból a fafúvós szekcióban idén 4 indultak, mind a 4 jó helyezést értek el. A legfiatalabb Mógor Dorka, tanára Hetyeiné Lugosi Johanna. Dorka nagyon muzikális, ez nagyon fontos, hogy ő benne van a zene, úgyhogy ezt tulajdonképpen tanítani se kell neki, mert ő belőle folyik a zene. Gyakorolni is gyakorol, és ez a 2 dolog, hogy összejön nála, ez egy nagyon fontos tényezője a zenetanulásnak. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy a tanára lehetek, és igazgathatom az ő útját. Az idei verseny más volt, mint az eddigiek, az előírásokhoz alkalmazkodva szervezték meg. Ugye úgy szokták a zenei versenyeket megrendezni, hogy a helyszínre utazunk mi, mint résztvevők, és akkor ott előadják a gyerekek a tanult darabokat. Most viszont felvételeket kellett készíteni, és egy felvételt kellett megadott időn belül elkészíteni, és azt elküldeni az intézménynek, akik szervezték ezt a versenyt. És nagyon nem volt egyszerű ez a felvétel. Többször nekifutottunk. Videót kellett csinálni, de sikerült a felvétel, és minden rendben lett utána. Dorka névódíjas lett, ami a verseny legmagasabb szintű elismerése. Ezen a versenyen a gyerekek kapnak bronz, ezüst, arany fokozatot, és az arany fokozaton belül, illetve azon kívül, akik még afölött teljesítenek, tehát a nagyon-nagyon ügyesek kapnak nívódíjat. Úgyhogy ez egy külön elismerés, hogy ő ilyet kapott. Johanna néni közölte velünk telefonon, hogy nívódíjat kaptam, és nagyon örültem neki természetesen, úgyhogy ez volt az öröm nekem. Thank you.
Abigail Bunda Valéria tanítványa nem először vett részt a Sistrumon. 2 évvel azelőtt 5. koromban, akkor ezüst minősítést kaptam. És hát most igen, aranyat kaptam. Hát nagyon örülök neki, és boldog vagyok. Amikor ugye legelőször mentünk versenyre, akkor ezüstöt kaptunk, nem voltunk annyira boldogok, de az sem volt egy rossz eredmény. Ez viszont most tényleg nagyon úgy gondolom, hogy jó eredmény, mert ez azt mutatja, hogy a munkánknak van eredménye. És bár tényleg nagyon nehéz volt, mert úgy hirdették meg a versenyt, hogy ha lehetséges, akkor élő versenyként fog ez elindulni, és az utolsó pillanatban ugye nem tudták ezt megvalósítani, és jelezték, hogy online. Na most ez azt jelentette számunkra, hogy egy héttel korábban kellett elkészítenünk a felvételeket, mint amire számítottunk. Egy hét a zenészeknek az rengeteg idő. Tehát nyilván mindenkinek, de nekünk főleg, mivel előtte vizsgaidőszakunk volt, azelőtt pedig ugye a szünetek voltak, a karácsony és az újévi szünet, úgyhogy ez a gyereknek szerintem egy nagyon nagy munka volt. Nem csak gyereknek, tanárnak is nyilván, de a gyereknek kellett kiállnia és teljesítenie. Egy élő verseny tényleg mindig az adott pillanaton múlik. Itt volt arra lehetőségünk, hogy többször fölvehessük akár, viszont a minőség az nem az, mintha élőben adta volna elő a gyerek, mert a felvételek azok soha nem adják vissza azt a minőséget, amit elvárnánk egy hangszeres előadástól. Felvenni azért ezeket a felvételekre, és úgy elküldeni szerintem a tanáraimnak eléggé nehéz volt, és hát nekem is kicsit nehezebb volt, mint hogy elmenni egy versenyre, és ott eljátszani, de hát szerintem mindkettő egy nehéz és kicsit izgalmas dolog. Márkus Luca már 3 Sistrum versenyt tudhat maga mögött, mindhármon aranyminősítést kapott. Jobban szereti a személyes megmérettetést. Az online verseny sokkal másabb, és nincs meg az az izgalom, ami a versenyeken, ott a szereplésnél megvan. Mert itt rögtön, a versenyen rögtön kell szerepelni, itt meg többször is fel lehet venni. A felkészülés is, meg az az izgalom, ami a versenyen van, az egy erővel tölt fel, és jó ezt átélni. A 8. éve jár hozzám fuvolára. Sok szép versenyen jártunk már együtt, és mindig lehetett számítani arra, hogy amit itt megtanult, azt máshol is bárhol elő tudja adni. Úgyhogy ő egy nagyon jó szereplő típus, és hát természetesen nagyon tehetséges. És örülök tényleg vele is, hogy tudunk dolgozni, és
plusz órákra is akár bejön a gimnázium mellett, tehát ő az, aki tényleg beleadja a munkát a zenébe, azon túlmenően, hogy a tehetsége, ugye ez felülmúl mindent. Luca és Dorka, amellett, hogy a Sistrumon is jól szerepeltek, tovább jutottak a Jenei Zoltán Fuvola verseny országos döntőjébe is. A másik Sistrumos fafúvós nívódíj Mógor Dávidé. A két versenyműve közül az egyiket hallhatták azok, akik látták a Magyar Kultúra Napi összeállítást a Pápavárosi Televízióban. Mondom őszintén, hogy kicsit azért örültem, hogy végre online formában is van egy ilyen verseny, mert ugye Mógor Dávid már 5. éve klarinétozik nálam, és őt már ismerem, tudom, hogy élőben mire képes, mit tud, de tényleg egy telefonnak, vagy mikrofonnak, vagy kamerának játszani közönség nélkül az azért teljesen más. És hála Istennek akkor volt abban az időszakban vizsgakoncertünk, és azt is felvettem, de úgy döntöttünk, hogy még felvesszük, hát ha jobban sikerül, vagy másképp. És nekünk nem kellett sokszor eljátszani, hanem hát az első felvétel az, amire azt mondtuk, hogy jó lesz. Elég hosszú darabot játszott, szóval én úgy vélem, egy fúvós ugye nem csak, hogy mondjam, szellemi munkát végez, hanem fizikait is bőven, és azért egy 5 perces darabot 2-3-4-szer eljátszani, az bizony már eléggé megterhelő, és az a tapasztalat, saját magam tapasztalatában is, hogy ez nem lesz jobb másodszorra, meg harmadszorra, tehát ott úgy kell lelkileg fölkészülni, hogy az elsőre lehetőleg minél jobban sikerüljön. Nagyon jó képességgel megáldott emberke. Hát örökölte édesapjától, aki talán a első két legjobb tanítványomban belefér. És elég szorgalmas is, tehát ott azért megvan az a szülői zenei háttér, ami ilyenkor szükséges, és ez nagyon meglátszik.
sokkal több az adrenalin, és én rám olyan hatással szokott lenni, hogy én jobban oda tudok figyelni. És itt a felvételen egy kicsit azért nehezebb volt, hogy nincs előttem a közönség, nincs utána ugye a tapsok. Ez egy kicsit zavaró volt, de összességében szerintem jó volt. Szabadon választott művem annyiból nőtt a szívemhez, hogy apukám is ezt játszotta, és már nagyon régen elkezdtem gyakorolni, és most, hogy előadhattam, és szerencsére ilyen szép díjat nyertem vele, most erre megmondom őszintén, egy kicsit büszke is vagyok, és nagyon szeretem ezt a darabot. Másrészt ugye volt egy etüdöm, azt régebben tanultam már körülbelül 2 éve, azt is nagyon szerettem, mert nagyon lírai mű volt. A zongora kísérő német Vékes Erzsébet számos koncertet adott már, és volt felvétele is. Ő is a személyes jelenlét mellett voksol. Benne van pszichésen az emberben az, hogy most ha elsőre nem sikerül, akkor vehetem újra, az már nem biztos, hogy olyan lesz, úgyhogy ez egy nagyon nehéz műfaj felvételt készíteni. És ez egyáltalán nem az, mint amikor bevonul valaki egy stúdióba, és akkor ott esetleg ütemről ütemre, mert ez kereskedelembe megy ki. Ez nem az. Itt tényleg imitálni kellett úgymond a versenyhelyzetet, de egy sokkal nehezebb körülmény közepette. A nehezített pálya ellenére is nagyon jól szerepeltek a Bartókos növendékek. A szombathelyi Sistrum zenei versenyek folytatódnak, s mi is folytatjuk majd az újabb tehetségek bemutatását. A családfakutatás egyre többeket érdekel, hisz valóban izgalmas, amikor fény derül elfeledett rokonságokra, múltbéli kapcsolatokra. Bauer Marcell is így van ezzel, akinek a Sándor család történetéről szóló kötete 2 évvel ezelőtt jelent meg, és ezt nemrégiben követte egy újabb könyv. A közgyűjteményekben található pápához és a járáshoz köthető armálisokat, azaz nemesi címeres leveleket szerkesztette egy kiadványba. A régi nemesi családok nevét olvasgatva ma is ismerős vezetéknevekre bukkalhatunk. Bauer Marcell foglalkozását tekintve tűzoltó, de nagyon régóta érdeklődik a történelem a családfakutatás iránt. Most már lassan 20 éve foglalkozom családtörténeti kutatással, természetesen a sajáttal kezdtem, saját felmenőkkel. Mindig is érdekelt a történelem, mindig is nagyon szerettem, az a kedvenc iskolai tantárgyam is. Részben pedig abban, hogy kíváncsi az ember. Nem is sokat tudtam a felmenőkről, és egyszer szinte véletlenül neki kezdtem, aztán az ember úgy marad, az igazság, tehát ez egy ilyen fertőző betegség, és ha valakit elkap, ebből nem lehet kigyógyulni, mert nagyon sok olyan dolog derül ki, amit akár nem olyan távoli múltból is, amit a családtagok sem tudnak. És ahogy megy visszafel az ember, egyre ismeretlenebb dolgokat talál, nem csak a saját családra, hanem az adott településre, más településeken kutat, ugye szerte ágazik egy idő után, időbe vissza persze, szerte ágazó. Az első kötetem az a Sándor családról szólt, szintén felmenők voltak, azért foglalkoztam velük, azért találkoztam velük az igazság, akik egy elég tehetős középnemes család voltak itt Pápán, és környékben is sok helyen voltak birtokaik. Ennek ellenére viszont elég ismeretlenek, tehát a történetírás sok helyen foglalkozik a családtagokkal, de magával a család egészével nem. Viszont nagyon sok iratuk megmaradt levéltárakban, így azt gondoltam, érdemes velük foglalkozni. Azóta több pozitív visszajelzést is kaptam, úgyhogy talán nem volt felesleges. A Sándor család címeres levele is megtalálható Bauer Marcell második könyvében, melyben 72 pápai, illetve pápa környéki család 79 címeres levelét gyűjtötte össze. Ez a kötet a Pápai Armálisok címmel jelent meg, ez a pápai nemes családok címeres leveleiről szól. Azokról, amelyek a napjainkig fent maradtak, ezeknek igyekszik bemutatni a lehető legteljesebben, persze bizonyára hiányos, hiszen nagyon sok olyan van, főleg magántulajdonban, amiket nem nagyon lehet megtalálni. Ebben a kötetben azok szerepelnek szinte kizárólag, amelyek közgyűjteményekben, tehát levéltárakban, múzeumokban vannak.
Azokat igyekszünk bemutatni egy-egy oldalon családtörténettel, és mellette pedig a címernek a fotójával. Címeres levelek nagy része az a Magyar Nemzeti Levéltárnak a birtokában van, nagyobb részük az Országos Levéltárban Budapesten, nagyon sok van megyei levéltárakban, ugye jellemzően a Veszprém megyei levéltárban is nagy számban szerepelnek pápai vonatkozású címeres levelek, ezen kívül még jó pár megyeibe, tehát a Vas megyébe, Somogy megyébe, Fejér megyébe, Győr-Moson-Sopron megyében, ugye a Soproni és a Győri levéltárban is. Ezen kívül voltak egyházi levéltárak, például Pápán a református gyűjtemények levéltárában is 4 darab címeres levél található, amik szintén bekerültek a kötetbe. Emellett például Pannonhalmán a főapátsági levéltárban is van 3 darab a Somogyi család címeres levél. Illetve még talán szintén érdekességnek, szintén Szlovákiában, Révkomáromban is van egy címeres levél, az is bekerült a kötetbe. Hogy a pápaiak címeres levelei ilyen elszórtan találhatók meg, annak az az oka, hogy költöztek a családok. Vitték magukkal az irataikat, nagyon sok került az országos levéltárba mindenhonnan, tehát ugye nem csak Budapesti, hanem az ország egész területéről, és ezért szanaszéjjel vannak szinte az egész országban. Biztos van még ezen kívül is olyan, amit esetleg nem találtunk meg, ez belejárója a dolognak. A társadalmi rangot, a nemességet bizonyító címeres leveleket régen kutyabőrnek is nevezték. Persze nem kutyabőrre, hanem pergamenre készültek ezek. Azaz kecske, bárány vagy borjúbőr volt az alap, és arra festették a címert és a szöveget. Jó sok időt töltöttem el vele, természetesen nem csak a kutatással, hanem a megírással is, meg a képek összegyűjtésével, amiben nagyon nagy segítségemre volt dr. Herman István, a pápai könyvtár nyugalmazott, most már nyugalmazott igazgatója. Talán őt tudnám kiemelni leginkább, aki minden téren igyekszett segíteni ezt a munkát, már az legelejétől kezdve. A kötetben található címeres levelek 1416 és 1915 közötti keltezésűek. A Garai család címeres levele a legkorábbi, de az olvasó találkozhat például Vörös Sándor felmenőinek címerével, de a Böröndi vagy épp a Szőlősi család oklevelével is. Sok olyan család van ebben a kötetben is, akik igazából elfelejtődtek, tehát nem nagy neves családok, bár azokra is van példa, de leginkább kevésbé ismert családok, viszont sok érdekes kis apró elemet tesz hozzá a város, meg hát a járás történetéhez is, ugye hát nem csak a városi, hanem a járási, de hát ez összefonódik, mivel ugye nem egy helyen éltek évszázadokon keresztül, hanem sokfelé. A kötetben a szép címeres levelek mellett olvasható rövid családtörténet és néhány érdekesség is az oklevél kapcsán. Én te címmel jelent meg Farkas Gergely kötete. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöki hivatalának vezetője, elnökségi tanácsos az Ótemplomban tartott hitmélyítő alkalmakon hirdetett igét, és ezek a prédikációk olvashatók a könyvben. A kiadványhoz azonban zene is tartozik, hisz a prédikációk kialakulásában sok dalnak volt fontos szerepe. A gondolatébresztők közt főként 30Y dalok vannak, ami nem véletlen, de ez is kiderül az ige hirdetésekből. Farkas Gergely református lelkészt, hivatalvezetőt a pápaiak láthatták például Borbás Marcsi műsorában, hisz nagy kávérajongó és szakértő. Emellett ő volt az, akinek kezdeményezésére a helyi református gyülekezet elindította a Szívemhez szorítom című sorozatot, melynek vendége volt tavaly nyáron Beck Zoli, a 30Y frontembere. Farkas Gergely a püspöki hivatalban dolgozik, melynek ő a vezetője. Valóban nem vagyok egy nagy parti arc, tehát hogy itt nem fognak az utcán meg a különböző szórakozó helyeken nagyon megtalálni engem, valóban inkább így a hát egyfelől abból a munkából, a szolgálatból fakadóan, amit végzek, de azért valamennyire a személyiségem is azt adja, hogy sokkal inkább egyfajta ilyen háttérben szeretek lenni, vagy hogy nem vágyom annyira arra, hogy én ott megjelenjek, meg így előtérbe legyek, szóval nem erre felakasztva az én egóm, hogy hol legyek, meg minél több helyen megjelenjek, hanem örülök, hogyha ebből a háttérből azért olyan értelemben kiléphetek, ami nem egyfajta önmagáért való kilépés, hanem hogy az, ami engem érdekel, az talán másokat is érdekelhet. Szóval, hogy valahogy így,
így vagyok ezzel a dologgal. Magamat egyébként a nevemen mutatnám be, először Farkas Gergely vagyok, és leginkább az, hogy református lelki pásztor. Tehát, hogy számomra leginkább ez a meghatározó, illetve még inkább az, hogy református keresztény hívő ember vagyok, és hogy így ez rajzolja ki így az életemet már így tulajdonképpen így 14 éves korom óta, és aztán így ez vezetett a lelkészi pályára, hivatáshoz, egy budapesti gyülekezetbe, aztán a Dunántúlra, Kőröshely, Balatonföldvár, erre a környékre, és hát most már lassan, pár hét múlva már 10 évet betöltöm azt, hogy itt ebbe a irodába, itt a püspöki hivatal irodájába, püspök titkárként, hivatalvezetőként, most a legutóbbi közgyűlés után ezt a több feladatot összefoglalva egy névvel, illetve elnökségi tanácsosként szolgálhatok. Ami nagyon szép, nagyon jó munka, de valóban háttér, tehát nem ott vagyok, és amikor megtisztelnek azzal, és megkeresnek azzal, hogy legyen egy-egy olyan alkalom, ahol a református lelkipásztornak mondjuk azt az elsődleges szerepét, hogy ő igét hirdet, szószéken áll, ezt így megvalósíthatom, betölthetem, akkor annak meg így mindig örülök. Szóval valahogy így mutatnám be magam. Farkas Gergely a Károlin szerezte lelkészi oknevelét, de mivel jó ideje nem lelkipásztorként szolgál, ritkábban prédikál, de az Ótemplomban szervezett hitmélyítő alkalmakon többször is hirdetett igét. Ebben a kötetben ez az 5 ige hirdetés kapott helyet, meg számomra két nagyon fontos előszó. Az egyik az egyfelől Steinbach József püspök úr előszava, akinek én nagyon sokat köszönhetek, ezt tényleg így el lehet mondani, és hogy nagyon sokat bátorított, nagyon ott állt mellettem ezekben a dolgokban is, meg sok minden egyébben, szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy öröm itt együtt dolgozni, meg vele dolgozni, és ez a bátorítás, hogy ez így is megjelent, szóval ez nagyon sokat számít nekem, nagyon fontos. Főleg azért is, mert hát ő azért a homiletikának, amit most így nagyon ilyen laikusan mondva, vagy nem tudom én is így, hogy az ige hirdetést annak, hát ő, Steinbach József püspök úr azért a mai teológiai, magyar teológiai életben egy kiemelkedő alakja, és minden olyan szó, ami tőle, most megint ez rossz, hogy elismerésként, de inkább az, hogy egyfajta közös gondolkozásként jön, az nagyon jól esik. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos előszó a számomra, és a másik ilyen fontos előszó az Beck Zoltánnak az előszava, a 30Y együttes frontemberéjé, aki egyébként a Pécsi Egyetem adjunktusa, és még számos sokféle művészeti projektben benne van, és ilyen kezdeményezésnek a résztvevője. Aki meg megkértünk és elvállalt ezt az előszót, nyilván ez számára valamilyen értem egy teljesen más világ, mint amiben ő létezik, de mégis megtalálta önmagát egyáltalán meg nem tagadva, hanem azzal az identitással, amivel ő egyébként ott van a koncerteken, ott van a mindennapi életben, ezt felvállalva a maga kételjeit is megfogalmazza megint csak ebben az előszóban, de mégis azt gondolom, hogy úgy írta ezt meg, hogy az megint csak valóban egy teljességet ad ehhez a könyvhöz, hogy ilyen nagyon értékes gondolatokkal, és megtalálva azokat a közös pontokat, ahol mi együtt tudunk gondolkozni. Mindketten jó szívvel ajánlják Farkas Gergely ige hirdetéseit, melyek napi gondolatokat fogalmaznak meg, távlatokat nyitnak, utat mutatnak az én-te viszonyok útvesztőiben. Hát az magának annak a bőti ige hirdetés sorozatnak a címe, az én-te, aminek az eredője az egyfelől egy H. János vers, amiből született egy 30Y szám. Mind a kettő egyébként másról szól, mint amiben a ige hirdetések, de az én-te az, ugye, és visszautal teológiailag Martin Bubernek, aki egy zsidó filozófus teológus volt a múlt század első felében, és ő mondta, hogy az úgynevezett personális dialogizmus, valami ilyesmi a neve, tehát hogy itt az ember, az én, az szemben áll dolgokkal, szemben áll azzal, ami talán tárgy, és amit aznak hív, és szemben áll a tevel, akik személyek, élő kapcsolatok. És akkor ő azt fejteket, amit az igényhirdetésben, hogy azért milyen könnyen tárgyasítunk dolgokat, tehát azból, milyen, vagy a teből milyen könnyen tudunk azt csinálni,
illetve hát ő rámutat arra, hogy van egy te, az Isten, aki pedig állandóan jelen van az életünkben is, mert mi jelen, tudunk-e ott jelen lenni. Tehát, hogy az én az, hogy nyilvánul meg. És hát ez, az én te, az így erre jött rá, hogy az én az mennyire keresi azt a tet, és aztán sokszor csak magával találja magát szembe, az egójával, sokszor reméli a tet, és a te, igen, és aki aztán azzá válik a számára, és hogy mennyi ilyen tárgyasultság van az életünkben, és hogy tesszük akár saját magunkat is, meg a társunkat is tárgyá. És aztán, hogy eljutunk-e valahogy ahhoz az isteni tehez, akinek a jelenlétéből látva azért így tudjuk látni a dolgokat, hogy hogyan lesznek ezek a kapcsolatok is igazi én-te kapcsolattá, valami ilyesmi. A gondolatok mellé zene is tartozik. A QR kódot leolvasva megjelenik a lejátszási lista, többek közt 30Y dalokkal. A Pegazus Színház nyáron elkészítette a 2020-2021-es évad bérletes programját. Aztán a korlátozások miatt bemutatókat sajnos nem tudtak tartani, de úgy döntöttek, hogy mindhárom darabot elkészítik. Az első a Fehér Lófia volt, most pedig a Hókirálynő című mese zárt körű bemutatójára kapott meghívást a Városi Televízió stábja. Fényhelyén most bús árnyék. Korróból lett szép virág, tótárostál a világ. Benn van lent, és len van fönn. Kacaj helyett bánat könyv. Eget tapos most a láb, velünk hintáz a világ. Aj! Van egy baráti pár, Kály és Gerda, és ugye a Hókirálynőnek, mint nagy hatalomnak, mint a tél úrnőjének egyik passziója, hogy ilyen fiatal legényeket csábít el a tél csodás világával, és teszi szolgájává őket. De fiú! Nézd meg az én virágaimat! Szebbek, mint a ti rózsátok. Különös, csodás virágok. Szabályosak, hibátlanok. Kár, hogy éltük pillanat. Gyere! Elviszlek oda, ahol soha nem olvad el a hó. És aztán Gerda az, aki a barátságot, a ragaszkodást, a szeretetet sokszor próbára tevő történet során kitart és végigjárja a tavaszt, a nyarat, az őszt. Olyan világokat ismer meg, amik esetleg csábíthatják is, mert szépek, mert jók, mert nagyok. De ő akkor is Kály után megy, és aztán legyőzi az mindenki által elsőre legyőzhetetlennek vélt ellenséget, a Hókirálynőt. Remek ez a móka! Te ki vagy, lányka? Neved? Monca! Gerda vagyok, uram király. Neked bíz! Nagy jutalom jár! Neved újra, Iglice! Jöjj, Gerdácska! Gyer ide! Maradj nálunk mindörökre!
Szükségünk van. Örökösre. Gerda, bár mindenütt kedvesen fogadják, nem él a felkínált lehetőségekkel, tovább keresi barátját. De szép szarvas! És hogy hívják? Hát, Rongifer Tarandus. A becsületes neve. Szólíts csak nyugodtan Zuzmónak. Zuzmó! Zuzmóka! Tudod, ő az én leges, legjobb barátom. Na gyere! Ja, én is van legjobb barátom. Kaj! Ha? Azaz csak volt. Mert eltűnt. A szél szerint északjeges földjén lelem meg. De ha egyszer itt hagyott, akkor mit bőgzírte? Mert gyere! Játszunk tovább! Nagyon hiányzik, mert okos, bátor és aranyszívű. Én addig nem nyughatom, míg meg nem találom. Na, de... Nem áll. Ne vonítsál már! Ki nem állatom a bőgést? Lapanónál jártál már? Tudós asszony, sámán asszony, ó, fene nagy a tudománya, mindent tud a világról. Bizonyára azt is tudja, hol találod Kájban. Hallod, a lapasszony segíthet! Kérlek, engedj el! Te agancsos! Te tudod, hogy hol lapul a lappok földje? Ki tudhatnád nálam jobban? Ott születtem, ott nyargaláztam gidaként a fehér hómezőkön. Akkor vidd el ezt a lányt oda, vedd a hátadra, és meg se álljatok addig a híres, nevezetes lapanyóig. A lapasszony aztán fontos tanácsot ad Gerdának. Segíts ennek a szegény lánynak, hogy legyőzhesse a hókirályt. Adj neki olyan talizmán, bűvös főzetet, vagy ráolvasást, amely erejét növeli. Oktandi szarvas, nem tudod, mit beszélsz. Ez a gyermek bejárta a világot, a tavaszt, a nyarat, az őszt. Nagyobb a hatalma, mint az én tudományom. A jó szíve, a hűsége, az ártatlan lelke segítette eddig, s vezéri eztán is tetteit. Andersen meséket nehéz jól bábszínpadra vinni. Igazából, hogyha valaki ugye mesékbe jól belegondol, az legalább annyira szól a felnőtteknek is, mint a gyerekeknek, csak jó kell tudni olvasni. Kell egy olyasfajta gyermeki lélek hozzá, ami a meséket megérthetővé teszi. És nem feltétlen azon kell ugye csak elgondolkodni, hogy most van benne boszorkány vagy nincs, és hát én már felnőtt okos vagyok, és ezekben nem hiszek. Tartalmakban, szimbólumokban, üzenetekben kell gondolkodni, és a bábszínház amúgy is egy ilyen nagyon-nagyon sűrű dolog, tehát mi nem tudunk annyit beszélni, és olyan hosszan beszélni a bábokkal, mint mondjuk az élő színpadi kollégák, és emiatt mi akármennyire is ma már sajnos azt mondjuk sok dologra a világban, hogy közhely, de én mindig azt szoktam mondani, na de hát azért az valami miatt az lett. Tehát ez a mese, ez Kerek Perec kimondja, hogy a szeretet örök, és a szeretet nem mulandó. A történet erről szól. Áj, utamból, hókirálynő! Balázs,
tudományod, bűverőd nem fog ki rajtam. Nem állíthatsz meg, bármennyire is szeretnéd. Jöjjön, hú, vagy ellenem! Nem gátol meg semmi sem! Tépjen dél vagy szimankó, de a szeretet nem mulandó! Hogyha egy évvel ezelőtt bárki ezt vizionálja nekünk, hogy milyen helyzet várható, akkor ugye az ember biztosan azt mondja, hogy nem, ez lehetetlen. És mégis így alakult. És ahogyan változtak a pandémiás előírások, megszorítások, tilalmak, vagy éppen engedmények, ugye aszerint kellett mi is változtassuk tulajdonképpen a terveinket. És ugye a nyár az még egy kicsit mozgékonyabb volt azért, mint a tél lett. Tehát elindítottuk az évadot, meg is hirdettük a bérletes bábszínházi évadunkat, de aztán mégis a főleg ugye gyerekeket óvó, védő rendelkezések miatt nem sikerült. Tehát nem tudtuk beindítani ezeket az előadásokat. Október elején ugye a szomorú vasárnapot még bemutattuk, és aztán jött volna a gyermekszínház első bérletes bemutató. Aztán hát november 11-én pedig ugye be is állt a teljes tilalom, ami tart azóta is, tehát hivatalosan színházként mi zárva vagyunk, és senkit a saját társulaton kívül nem fogadhatunk. De mégis úgy döntöttünk, hogy már novemberben, illetve október-november folyamán, hogy mivel nem tudjuk, hogy mi meddig tart, mindenképpen készülnünk kell, léteznünk kell, várnunk kell arra, hogy egyszer majd csak jobb lesz, és bíznunk kell ebben. Úgyhogy aztán így készült el a Fehér Lófia című magyar népmeséből készült előadás novemberben, és így készült el most a Hókirálynő is. Furcsa, ezért mondtam, hogy ez ilyen hihetetlen, tehát a színház közönség nélkül teljesen értelmezhetetlen, de arra várunk, hogy egyszer majd csak kinyithatjuk az ajtót, és jöhetnek majd a gyerekek, felnőttek, akár családi napokra, akár előadásokra, és úgy gondoltunk, hogy erre viszont akkor álljunk készen, és legyenek meg a produkciók. Gerda! Kicsi Gerda! Forró könnyed, szereteted felolvasta égéderve szívemet. Ne sírj tovább, itt vagyok. Gyere, menjünk haza, gyere. Várj már az otthon, vár a hinta, gyere. Ne időzzünk itt tovább, siessünk. Állj! Egy taputat sem. Kállj! Marad itt! Parancsolom! Menj utunkból, Hókirálynő! Fölöttünk már nincs hatalmad.